Most még főleg görög és Olaszországból importált görögdinnyével találkozhatunk a boltokban és a piacokon, de ezeket a következő napokban már felválthatja hazai termés. Először szokás szerint a Szeged környéki és a Békés-megyei dinnye jelenik meg, de elvétve már Szabolcsban is érik, itt ráadásul nagyobb területen is vetettek. Országosan valamelyest csökkent, ilyen 5600 hektár lehet most elvetve, ezt tavaly évben közel volt a 6000-hez, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében azon belül emelkedett ez a terület körülbelül 200 hektára. A tavalyi évben se volt rossz a kamionos dinnye, illetve nem nagy befektetést kíván azok részéről, a termelők részéről, akik ezzel foglalkoznak. Ha ez a munkaerő hiány nem lenne, mert azért ennek a megmozgatásához sok kézi munkaerő kell, akkor talán itt a mi megyénkben még jobban is beülhetne ezek a területek, ugyanis ez a terület nagyon alkalmas arra, sok homokfélben ezek korán felmelegednek, a dinnye szereti ezt. A legjelentősebb dinnyetermő vidékek nálunk a délnyírségi területek, Napkorkálló, Semmén, Balkány és Bökön térsége. Itt azonban elsősorban a szabadföldi görögdinnyét termesztik, aminek az érése augusztus elejére várható. A keléssel a hűvös, elsős májusi időjárás miatt gond volt, itt szinte mindenki újra vetett, emiatt tolódik most a szüret mintegy másfél-két héttel. A szokásosnál valamivel kevesebb terméssel indul a szezon, de úgy néz ki, az augusztusi mennyiséggel és a minőséggel sem lesz probléma. Én úgy gondolom, hogy jelenleg az időjárás nagyon kedvezett a, mondjam azt, hogy a másodvetésnek. Mindenhol megvannak az első-második kötések. Ha ilyen csapadékmentes időszak folytatódik, akkor aki öntözni nem tud, az a ledobálja, a dinnye úgy védekezik, hogy az egyik kötés ledobálja. Most még bárkivel beszélgetek, mindenhol ott vannak az első-második kötések, úgyhogy jelenleg egy jó termés elé nézünk itt a mi megyénkben, főleg azok, akik öntözési lehetőség adott, azok meg fogják öntözni, és megmarad rajta mind a kettő. Idén mintegy 180 ezer tonnás termés várható Magyarországon. Jelenleg átlagosan 90-120 forintos kilónkénti áron adnak tovább a termésükön a hazai gazdák. Ez persze a boltokban magasabb 150-200 forintos árakat jelent, de jelentős drágulásra nem kell számítani idén. A várakozások szerint ráadásul a megszokottnál tovább, szeptember közepéig is tarthat az idei dinnye szezon.